Életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akik nem csak a hivatásukat szeretik szenvedélyesen, hanem legalább egy-két olyan hobbiuk is van még, amire nem sajnálják az időt és az energiát. És azok, akik, hogyha valamilyen problémás helyzetbe kerülnek, mindig megtalálják a kiutat. És a mai életre valónk beszélgető partnerem dr. Gál István László, akiről azt kell tudni, hogy egy kicsit a súgomat figyelem, jogász, közgazdász, ezen felül ügyvéd, sokat foglalkozott a pénzmosás elleni küzdelemmel, erre majd természetesen vissza fogunk térni. Karatéval is foglalkozik, de mindent nem árulok el előre. Mi az, amit a legjobban szeret most ebben a pillanatban az életében? Hát jelenleg a tudományos kutatómunka és az egyetemi oktatás az, ami a leginkább kitölti az életemet. Most lettem július 1-én a büntetőjogi tanszék vezetője Pécset, mellette tanítok a közszolgálati egyetemen is. Tehát cikkeket publikálni, előadásokat tartani, külföldi kapcsolatokat építeni. Most ez az, ami leginkább kitölti az életemet. Hogy került a jogi pályára? Mi volt az, ami ide vonzotta? Gyakorlatilag 12 éves korom óta készültem jogásznak. Azt mondogatták az akkori általános iskolai tanáraim, hogy minden helyzetben ki tudom magyarázni magam, tehát belőlem jó ügyvéd lesz. Úgyhogy akkor eldöntöttem, elvégeztem egy gimnáziumot, a Szekszárdon a Garai gimnáziumot, és utána pedig jöttem ide a jogra. De aztán nem úgy alakult, hogy ügyvédként kezdtem el dolgozni, hanem egy kicsit az egyetemi kutatómunka meg az oktatás lett az, amit azt hittem, hogy az vonza leginkább, és ez meg is maradt. Mellette azonban 2008 óta ügyvédkedem is, de nem tartom magamat elsősorban ügyvédnek, én elsősorban oktatónak, tudományos kutatónak tartom magam, aki emellett ügyvédkedik is. Tehát nem egy ügyvéd vagyok, aki oktat, hanem egy oktató, aki mellette ügyvédkedik. A tudományos munkájában nagy szerepet kapott a pénzmosás elleni küzdelem. Miért keltette fel az érdeklődését, miért tartja fontosnak ezt a témát, és foglalkozik-e vele még mostanság is? Igen, 2003 óta kutatom ezt a témakört. Ma Magyarországon el lehet mondani, hogy a legtöbb publikáció, a témában megszületett publikációk közül nekem van a legnagyobb darabszámú, mind a könyvekben, mind a megjelent folyóiratcikkekben, ami ebben a témában jelent meg. Gyakorlatilag most már 13-14 év óta foglalkozom vele. Igazából adta magát a téma, mert a jogász és a közgazdász végzettsége miatt egy olyan területet kerestem a gazdasági bűncselekményeken belül, ahol a közgazdász diplomámat is föl tudom használni, illetve az ott megszerzett ismereteket, valamint egy olyan témakört, ami viszonylag nem volt akkoriban még Magyarországon annyira kutatott. Külföldön ennek már a 2000-es évek óta a könyvtárnyi szakirodalma volt. Számunkra laikusok számára a pénzmosás így nem mond sokat, ez egy aktuális kérdés manapság Magyarországon, és egyáltalán miért fontos ezzel foglalkozni? Folyamatosan aktuális kérdés gyakorlatilag, hiszen itt arról van szó, hogy valamilyen jelentős összegű illegális forrásból származó bevételt a bűnelkövetők megpróbálnak látszólag legális forrásból származóvá átalakítani. A pénzmosási tevékenység által nem lesz legális a bűncselekményből származó pénz, csak eltűnik a felismerhetően illegális eredete, megnehezítve ezzel a hatóságok dolgát. Tehát ugye, hogyha egy átlagos bűnelkövetőt veszünk, aki egy jelentős összegű, mondjuk 100-150 millió forintos gazdagodással rendelkezik, amit bűncselekmények elköltése útján ért el, akkor ő neki két nagy félelme van. Az egyik félelem, hogy megindul ellene egy büntetőeljárás és felelősségre vonják, a másik pedig egy vagyonosodási vizsgálat, hogy honnan van ez a pénze, és ő neki emiatt ő kénytelen valamilyen indokot találni arra, hogy honnan származik a pénz. Ez az indok lesz a pénzmosás, aminek változatos számtalan technikája van, és folyamatosan követik el Magyarországon, Európában és az egész világon is természetesen. Van-e valami speciális terület, amit ezen belül kutat? Tehát magát a pénzmosás technikáját, vagy azt, hogy hogyan lehet ezt felderíteni? Tehát mi az, amivel konkrétan foglalkozik, vagy ez ennél összetettebb? Igen, nagyon sok aspektusa van a témának. Foglalkoztam a pénzmosással kapcsolatos nemzetközi egyezményekkel, pénzmosási technikákkal, a pénzmosásnak a magyar büntetőjogi szabályozásával, illetve nagyon érdekes, hogy több mint 10 év óta járok különböző bankokba, takarékszövetkezetekbe az éves kötelező pénzmosás elleni oktatást megtartani.
és ezáltal nem csak én tudok nekik új ismereteket átadni, hanem a gyakorlati problémákról én is szembesülök ott az ő kérdéseikből, és ez egy nagyon érdekes és izgalmas terület. Ügyvédként mire specializálódott, vagy vannak-e kedvenc területei? Hát azt szoktam mondani, hogy én büntető jogász vagyok, tehát büntetőjogra szeretnék majd hosszú távon specializálódni. Most is már a 80%-át az ügyvédi munkámnak a büntető jog tölti ki, tehát védőügyvédként dolgozom. Egy nagyon kevés polgárjogi ügy is van emellett, meg ingatlanadásvétel, cégügyek, de nem ez a lényeg. Büntetőjogon belül pedig szeretnék a gazdasági bűncselekményekre fókuszálni, ami a szűkebb kutatási területem, de hát valahogy az élet úgy hozta, hogy például nagyon sok kábítószerrel kapcsolatos ügyben is voltam védő az elmúlt években, pedig ezt a témakört oktatóként, meg emberként is úgy elutasítottam magamtól, tehát én azon ritka fiatalok közé tartozom, ha még mondhatom magamat fiatalnak, akik elmondhatják, hogy egyetlen egy füves cigit sem szívtam el életem során, viszont sok olyannal találkoztam, akik igen, és védtem is őket. Adja magát a kérdés, bár most éppen ezt elemezgette, hogy a gyakorlati ügyvédi tevékenység segíti, erősíti az oktatást? Mindenképpen. Tehát én azt mondom, hogy látszik egy előadón, hogyha nem csak könyvekből merítette a tudását, hanem a gyakorlatban is egy kicsit megfordult, úgymond a lövészárokban is. Tehát aki még életében nem látott szemtől szembe bűnözőt, az nehezen fogja tudni hitelesen előadni az előadásokon. Vannak persze kivételek. Az egyik legfontosabb és legszebb kivétel Földvári József professzor úr, aki egyetemünk rektora is volt. Ő a 20. század második felének kétségkívül legelismertebb büntetőgásza, kiváló előadó volt, kiváló kutató, és ő nem dolgozott a gyakorlatban. De azt mondom, hogy ő a kivétel, tehát két dolgot kell elkerülni, az egyik az, hogy egyáltalán nem dolgozik senki a gyakorlatban, és csak könyvekből meríti a tudását, a másik pedig az, hogy 90%-ban a gyakorlatban dolgozik, és úgymond slendrián módon úgy tartja az előadásokat, hogy nem készül föl rá, nincsen elméleti megalapozottsága, nem ír cikkeket, nem kutat, tehát ez sem biztos, hogy jó. Azt említette, hogy ugye július 1-től tanszékvezetőként dolgozik. Tanszékvezető, tanít, ügyvédkedik, és akkor egyelőre még nem beszéltünk a többi tevékenységről. Hogyan lehet ezt valami módon logisztikailag végigkövetni? Tehát hogy van erre ideje? Ugye Budapesthez is és Pécshez is köti a munkája. Azt szoktam mondani, van egy nagyon szép mondás, amely Bethlen Gábor hadvezértől származik. Ő azt mondta, hogy nem lehet mindig mindent megtenni, de mindig meg kell tenni mindent, amit lehet. Tehát ez időbeosztás kérdése egyrésztről, másrésztről pedig, amit az ember úgy súlypontoz, hogy ami fontos számára, arra van ideje. Tehát ha én hetente háromszor el akarok járni karateedzésre, akkor el tudok járni. Nyilvánvaló, hogy ezt sokszor nagyon nehéz megoldani, de törekedni kell rá, hogy a szakmai munka mellett egy kicsit a sport, meg a kikapcsolódás is meglegyen, hogy meglegyen az életben az a megfelelő egyensúly, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy a szakmai munkába is sikereket érjünk el. Mikor és hogyan kezdődött a karate? Mi az, amit szeret benne, vagy miért pont ezt a sportágat kedveli? És mi mennyire segíti ez a többi életterületet, a munkát? 25 évvel ezelőtt kezdtem el karatézni, azért, mert valamit sportolni akartam, és a labdajátékokhoz nem volt tehetségem. Egy-két korábbi karateedzőm szerint a karatéhoz sem, tehát igazából, de nagyon szeretem csinálni. Nem olyan tempóban, meg nem olyan gyorsasággal vizsgáztam, mint a többiek, de eljutottam a fekete övön az első dan fokozatig. Most készülök a második dan vizsgámra, jövőre szeretnék majd vizsgázni. Úgyhogy én ennek a sportnak, ha lehet sportnak nevezni, nem azt a részét kedvelem, hogy versenyek vannak belőle, és érmeket lehet szerezni. Életemben egyszer voltam csak versenyen, hanem ennek azt a mozzanata az, ami megfogott, hogy ha hosszú távon folyamatosan sportol az ember, és ezt a fajta sportot űzi, akkor hosszú távon egészséges tud maradni, és mindegy mellékhatása az, hogy adott helyzetben, ha úgy alakul, akkor nagyobb valószínűséggel tudom megvédeni magam, mintha nem foglalkoznék ilyennel.
Kapcsolódik ehhez az életfilozófiához egyfajta egészséges életmód, vagy egy életmód tudatosság? Próbálok annyira egészségesen élni, amennyire lehet, de ez nem jelenti azt, hogy például nem innék kávét, vagy nem ülnék be meginni néhány pohár bort barátokkal. Amennyire ez megoldható az én életritmusommal, próbálok egészségesen élni. Itt a legnagyobb probléma a megfelelő mennyiségű alvás a megtalálása vagy elérése számomra, mert rengeteget vagyok úton, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy körülbelül egy hétre előre látom, hogy melyik városban vagy hol fogok aludni és hol leszek majd. De hogyha valaki 2-3 hétre előre megkérdezi tőlem, hogy egy konkrét napon éppen hol leszek és mit csinálok, akkor nagyobb valószínűséggel azt tudom mondani, nem tudom. Ugye beszéltünk a Távol-Keletről, a harcművészet kapcsán, és az utazásról. És a Távol-Kelet, akkor menjünk el Kínába. Mi az, ami Kínához kapcsolja most? Jelenleg egy kínai kutatóintézet igazgatója vagyok, az Európai Büntetői Kutatóintézet néven megalakult Sánkhájban, a Sánkhályi Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetén belül egy kis intézet vagy kutatócsoport, nem tudom, hogy nevezzük, és ennek én lettem az első igazgatója, egy román kollega, a Temesvári Jogi Kar dékánja, ő az igazgatóhelyettes. Gyakorlatilag a kínai kapcsolat onnan jött, hogy 2008-ban Korinek László akadémikus professzor úr segítségvel kijutottam egy fél évre Freiburgba a Max Planck Büntetőjogi Kutatóintézetbe. Ez a világ legnagyobb büntetőjogi kutatóintézete, azt szokták mondani, hogy büntetőjogászok mekkája, ahonnan az egész világból jöttek büntetőjogász kollégák, és volt egy olyan szerencsém, hogy egy kínai kollega, aki kicsit idősebb nálam, de mondhatni nagyjából egykorúak vagyunk, teljesen ugyanaz volt a kutatási területe, összeismerkedtünk. Én egyébként is, ha külföldön vagyok, akkor szeretek ismerkedni, névjegykártyákat cserélni, kapcsolatot építeni. És ővele beszéltük meg akkor egy korsó sör mellett, hogy kezdjünk kapcsolatot építeni az ő egyeteme és a Pécsi Tudományegyetem között. Ez 2010-ben realizálódott, 2012-ben tudtam először kijutni Kínába, és ott ennek apropóján Nanjingból átmentünk Sánkhájba is, és a Sánkhályi Tudományos Akadémia alelnökének bemutattak, aki nagyon szimpatikusnak talált, és azt mondta, hogy neki Európában nincsenek még tudományos kapcsolatai, úgyhogy akkor építene vagy alakítana egy ilyen intézetet, hogy vállalnám-e, hogy én leszek az igazgató, mondom, hogy természetesen, de úgy nem, hogy hosszabb, rövidebb távon Kínába kelljen kint élni, meg kint lakni. Én amellett, hogy nagyon szeretek utazni, rengeteg helyen voltam a világon, de mindig visszatérek itt Magyarországra, tehát 2 hét után már erős honvágyam van. Azt szoktam mondani, egy vadász barátom mondta ezt a hasonlatot, hogy olyan vagyok, mint a vadnyúl, aki képes leélni az életét 1 kilométeres körön belül. Tehát ez nem pontosan igaz rám, de nekem ez a kör, ahol az életemet szeretném leélni, ez Magyarország. Hát ha már a vadnyúlnál tartunk, ugye már 2 évvel ezelőtt is azt mondtuk, hogy szinte semmire nincs ideje, és emellett mégiscsak még vadászik is. Ez honnét jött? Mi az, amit ez a sport, vagy nem is tudom, minek nevezzük, még hozzá tud tenni az életéhez? Hát nagyapám volt vadász, erdészeti igazgató, illetve vadásztársági elnök is hosszú időn keresztül, és mivel én voltam az első unokája, és az első fiú unoka is, gyakorlatilag kisgyerekkorom óta mindig mentem vele, és maga ez a szenvedély, meg az ösztön, ez bennem is bennem volt. Egyrészt a vadászat, másrészt pedig a fegyverek iránti szeretet, meg érdeklődés. Úgyhogy aki nem vadász, az sokszor idegenkedve nézi ezt a sportot, hogy szegény ártatlan állatokat lelövöldözik. De azért hozzá kell tenni azt is, hogy például ilyenkor májustól augusztusig a vadkár elárítás az egy olyan komoly tevékenység, amit ha nem végeznének a magyar vadászok 1 éven keresztül, akkor a következő évben Magyarországon nem lenne kenyere, mert gyakorlatilag a vadállatok legyalulnák a gabonatáblákat. Milyen gyakran tud eljutni vadászni, és merre jár? Hát ez életszakaszonként változó. Egy 8-10 évvel ezelőtt volt egy olyan időszak az életem, amikor hetente 2-3-szor is mentem. Most úgy alakultak a programjaim, hogy havonta 1-2-szer, maximum 3-szor tudok menni, de úgy átlagosan egy havi 2, tehát 2 hetente, 3 hetente 1-szer eljutok.
vadászni. És Somogy megyébe, Nógrád megyébe, Komárom-Esztergom megyébe, illetve itt Baranyában is vannak olyan barátaim, kollégáim, akik meg szoktak hívni. És nem csak meghívnak, hanem hogyha már régóta nem voltam, akkor ezt nehezményezik, és azt mondják, hogy hát mi történt, már véget ért a barátságunk, miért nem jössz. Úgyhogy a vadászatoknál nem is az a legfontosabb, az ember kiül az erdőbe és lő valamit, természetesen kiülünk, és vagy lövünk valamit, vagy nem, hanem azoknak a barátságoknak az ápolása, amik a vadászat előtti, meg vadászat utáni vacsorákon, meg beszélgetéseken tudjuk ezeket ápolni és gondozni. Több aspektusból is érintettük azt a témát, hogy sokat járt külföldön. Hogyha nem feltétlenül munkáról van szó, akkor mi az, ami legjobban vonza ezekben az utazásokban? Kulturális, gasztronómiai, műemlékek, tehát mi az, amit szeret, hogyha el tud valahova utazni? Szeretek távoli helyekre eljutni, illetve megnézni azt, hogy ott milyen módon, milyen körülmények között élnek az emberek, tehát rendkívül kíváncsi természet vagyok ilyen szempontból is. A gasztronómia nagyon fontos, de nem feltétlenül vonza olyan értelemben, hogy én gyakorlatilag bárhol, bármilyen típusú ételt meg tudok enni, és nagyon-nagyon ízlik, tehát nem vagyok egy finnyás típus, tehát engem akárhol leraknak a világon. A helyi konyhát, a helyi italokat szoktam kérni, és nem nagyon volt olyan, ahol azt mondtam volna, hogy nem ízlik. De nem is ezt tartom a legfontosabbnak, hanem a kultúrát, az emberek, illetve a tájak megismerése, és ezek között talán a legfontosabb az emberek. Milyen emberek élnek ott, milyen körülmények között élnek, hogyan gondolkodnak a világról. Tehát én szeretek nyitott módon oda menni, beszélgetni emberekkel, ezért is például a tudományos életben nagyon-nagyon sok kapcsolatom van, mert ha én egy kutatóintézetbe, vagy külföldön, egy külföldi egyetemen bejutok és ott leülök, akkor nem egyedül szoktam dolgozgatni, hanem bemutatkozok minél több embernek, és megkérdezem a véleményüket, beszélgetek velük, megpróbálunk közösen tervezni, mit lehetne kihozni a két egyetem közötti kapcsolatból, tehát ez a legfontosabb, ami vonz az emberek. Ahogy most így rátekintek a beszélgetésünkre, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az életének az egyik legsikeresebb időszakát éli. Van-e innen följebb vagy tovább, hogyha a következő 3-5-10 évet elképzeli, akkor mi az, amit tervez? Milyen célok mozgatják? Igazából én, amikor fiatal oktatóként itt elkezdtem tanítani az egyetemen, én azt sem tűztem ki magamnak célként, hogy tanszékvezető legyek. Persze sokan azt mondják meg úgy gondolják, hogy karrierista vagyok, ebben van némi igazság, de nem az volt a cél, hogy én bárhol, bármilyen vezető legyek. Nekem egy nagyon fontos célom volt, én szerettem volna professzor lenni, ha minden igaz, és az Oktatási Minisztérium is úgy jónak látja, akkor szeptember 1-jével ez megvalósulhat. Most már csak ez hiányzik az egyetemi tanári kinevezésemről, hogy a minisztérium a pecsétet rárakja, illetve a köztársaság elnök úr aláírja. Én egy olyan oktató szerettem volna lenni, és olyan oktató szeretnék lenni, lehet, hogy furcsa hangzik, ezt Földvár József professzor úrtól tanultam, aki nem rosszabb, mint az átlag. Amikor először meghallottam ezt, hogy professzor úrtól, hogy ő csak nem akart rosszabb lenni, mint az átlag, az elég furcsa volt, de aztán elmondta azt, hogy milyen típusú, meg milyen kaliberű professzorok tanították őt. Azt mondta, hogy az őt tanító átlaghoz szeretett volna hasonlítani. Én is azt mondom, hogy én olyan szeretnék majd egyszer lenni, mint azok a tanárok, professzorok, akik annak idején engem tanítottak. Hogyha lezárásul egy utolsó kérdés, hogy ha egyfajta zsinórmértéket, vagy egy arszpoétikát, vagy egy igazodási pontot kellene meghatározni, mi az, ami minden tevékenységét áthatja, ami a legfontosabb alapelv az életében, vagy egyfajta hitvallás? Hát azt, hogy szívből kell csinálni, az ember bármivel foglalkozik, talán az egyik legfontosabb, hogy komolyan kell venni, tehát nem lehet félbáról venni semmit. Ez vonatkozik az egyetemi oktatói munkára, a kutatásra, meg vonatkozik a vadászatra is. A vadászatnál is gyakorlatilag, hogyha az ember pontosan céloz,
és jól lő, akkor az a vad nem szenved, és ha pedig nem, akkor vagy szenvedés árán fog elpusztulni szegény valahol, vagy pedig az ember mellé lő, és akkor utaztam 500 kilométert, és hibáztam egyet. Tehát minden tevékenységben a legfontosabb szerintem az, hogy komolyan kell venni, és precízen, alaposan kell elvégezni, és szívből kell csinálni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.